A mozgás nélkülözhetetlen az egészségünk szempontjából, de kevesen tudják, hogy mennyire fontos valójában. A fizikai előnyei mellett a kognitív képességeinket is fejleszti, megkönnyítheti az elalvást, javítja az immunitást és gyulladáscsökkentő hatású. Ahhoz azonban, hogy egészségesek legyünk, nem kell annyira sokat mozognunk, mint azt elsőre gondolnánk. Mai videóban pár hasznos tanácsot szeretnék adni, amik neked is segíthetnek abban, hogy aktívabb életet élj. Sziasztok! Én Messzer Máté vagyok, a GÁL munkatársa és a Vitaverzum főszerkesztője. Ezekkel a videókkal szeretnénk javítani az egészségeden és az életminőségeden, hiszen ezen dolgozunk. Kezdjük azzal, hogy mennyit kellene mozognunk az egészséghez. A hivatalos ajánlások alapján érdemes legalább heti 2 alkalommal ellenállásos edzést végeznünk, amivel megdolgoztatjuk a főbizonycsoportokat. Ezen kívül fontos lenne hetente 2,5 óra közepes intenzitású mozgást, vagy 75 perc magasabb intenzitású mozgást végeznünk, de a kettő bármilyen kombinációja is megfelelő. Közepes intenzitásúnak számít a tempósabb gyaloglás vagy a biciklizés, míg magasnak az úszás, futás vagy a különféle csapat- és küzdősportok. Nem baj, ha ezt nem tudjuk egyből elérni, mivel szerencsére már heti egyetlen edzés is jelentős pozitív hatással bír, ha pedig sokáig inaktívak voltunk, akkor veszélyes is lehet hirtelen elkezdeni nagyon intenzíven edzeni, úgyhogy törekedjünk a fokozatosságra és a biztonságra. Ha már említett ajánlásoknál 2 vagy akár 4-szer is többet bírunk mozogni, az további előnyökkel jár egy tanulmány alapján, de egy adott pont után már csak fittebbek leszünk, egészségesebbek nem. Persze van egy határ, ami után már kifejezetten károssá is válhat a túlzásba vitt edzés. Az egyik legfontosabb, hogy találjunk valami olyan mozgásformát, amit szívesen csinálunk. Ahogy a táplálkozásnál itt is igaz, hiába dolgozzuk ki a tökéletes edzéstervet, ha utána nem fogjuk tudni betartani. Érdemes tehát kipróbálni többfajta sportot és mozgásformát, hogy megtaláljuk azt, ami hozzánk leginkább passzol. Ha idővel megunjuk, akkor persze nyugodtan váltsunk valami másra. Én például mostanában a mászáshoz kaptam kedvet, de régebben kipróbáltam már különféle küzdősportokat, csapatsportokat, ügyességi játékokat, és a mai napig szívesen végzem ezeket is. Amikor elkezdünk valami újat, akkor természetes, hogy az elején nehezebben megy, ügyetlenek vagyunk, de idővel egyre jobban belejövünk, és ahogy látjuk a fejlődést, a tevékenység is sokkal élvezetesebbé válik. Nézzük röviden, hogy miért előnyös az ellenállásos edzés. Talán a leghasznosabb, hogy mivel az új izmok felépítése, regenerációja és az izomtömeg fenntartása is sok energiát igényel, így ahogy egyre izmosabbak leszünk, idővel a nyugalmi energiafelhasználásunk is megnő, ami által sokkal könnyebb lesz egy egészséges testsúlyt tartanunk. Ez nem csak esztétikai előnyökkel jár, sokkal jobbak lesznek például a vércukor és koleszterin értékeink is. Az egyre növekvő terhelés hatására nem csak az izmaink erősödnek meg, hanem például a csontozatunk is, így csökken a csontritkulás kockázata. Önmagában azáltal, hogy erősebbek vagyunk, kisebb eséllyel esünk el és sérülünk meg. Nem beszélve arról, hogy a mindennapi tevékenységek, mint például a cipelés is sokkal könnyebbé válik. Érdekes módon egy pár éves összefoglaló alapján az ellenállásos edzés ugyanolyan hatékonyan javítja a mozgástartományt, mint a nyújtás, amennyiben a teljes mozgástartományban végezzük a gyakorlatokat. A különféle súlyzós edzések, a saját testsúlyos edzés, gépek és egyéb módszerek is megfelelőek, amennyiben tudjuk fokozatosan növelni a terhelést. Itt is érdemes megtalálni azt, amit szívesen csinálunk, mivel valószínű, hogy máskülönben nem fogjuk tudni hosszú távon tartani. Az ellenállásos edzés mellett a közepes és magasabb intenzitású kardiovaszkuláris vagy állóképességi edzések is fontosak. Ha kombináljuk őket az ellenállásos edzéssel, az további előnyökkel jár, bár maga az ellenállásos edzés is javíthatja a kardiovaszkuláris fittségünket, főleg ha rövid pihenőidőket tartunk a sorozatok között, és érezzük, hogy a pulzusunk is jelentősen megemelkedett. A kardiovaszkuláris fittségünk megállapítására szolgáló VO2 max érték az egyik legjobb mutatója az élethossznak, akinek magasabb, az jó eséllyel jóval tovább fog élni. A kardiovaszkuláris edzések fő előnye, hogy javítják a szív- és érrendszer működését, csökkentik a vérnyomást, a vércukor, illetve koleszterin értékeket. Jó, ha eljárunk futni, úszni, túrázni, focizni, vagy bármilyen más mozgásformát végezni, amik hatására jelentősen megemelkedik a pulzusunk. Ha nincs erre időnk, akkor ez is jó alternatíva, ha biciklivel járunk munkába, sokat sétálunk viszonylag tempósabban, vagy lépcsőzünk a liftezés helyett. A lényeg, hogy nem mindig a kényelemre törekedjünk, és próbáljunk minél aktívabb életet élni. Végül a mozgásnak rengeteg olyan egészségügyi előnye is van, amire nem feltétlen gondolnánk. Az egyik legfontosabb, hogy javítja a hangulatunkat, és ezáltal csökkenti a szorongás és depresszió kockázatát. Ezen kívül megkönnyíti az elalvást, és javítja az alvásunk minőségét. Bár a túl intenzív és hosszantartó edzések csökkenthetik az immunitást,
Megfelelő dózisban a mozgás javítja az immunrendszerünk működését, ami által csökken a fertőzések kockázata és a gyulladás. A mozgás segít növelni a bélflóra diverzitását, a bélfal integritását és a motilitást, amik mind fontosak a megfelelő emésztéshez. Itt is érdemes kerülni a túl megterhelő edzéseket és a túl hosszantartóakat, mivel azok pont ellentétes hatásúak. Végül a mozgás javítja az olyan képességeinket is, mint a memória és a kreativitás, így ha sportol valaki, az a tanulásban vagy a munkájában is sokat segíthet. Összefoglalva, a mozgás az segít egy hosszabb és jóval egészségesebb életet élnünk. Ha tetszett a videó és hasznos volt számodra, akkor kérlek nyomd meg a like gombot és iratkozz fel a csatornára, pedig bármi kérdésed van, tedd fel kommentben. A leírásban sok egyéb hasznos tartalmat találsz, és ezek a régebbi videóink is érdekelhetnek. Te milyen fajta mozgást szeretsz leginkább? Írd meg nekünk kommentben.